1 perc, 10 másodperc múlva folytatódik a találkozó. Sok elrontott dobás, lépéshibák, néha kapkodás mindkét részről. De egy nagyon nagy iramú és nagyon kemény mérkőzést látunk. Nagyon-nagyon kevés ponttal, 10-13 volt az első negyed után, a második 10 perc végeredménye 17-11 volt, így alakult ki a 27-24-es félidei állás. Hát pontrekord már nem dől ezen a meccsen, ezt azt hiszem, hogy bátran és könnyen ki lehet jelenteni. Legalábbis pozitív rekord, nem, negatív még elképzelhető, nem tudom, hogy mostanában a modern kosárlabdában mi lehet a minimális eredmény, ami azért már figyelemre méltó annak tekintetében, hogy milyen kevés pontot szereznek esetleg a csapatok, de gyanítom, a negatív rekordhoz közelebb vagyunk, mint a pozitívhoz egyelőre. Kérdés, hogy melyik csapat kapja el majd jobban a fonalat esetleg. Nyilván nem fogják tudni ilyen kevés ponton tartani egymást a csapatok a teljes mérkőzés ideje alatt. Bár ugye a fáradtság nem csak a védekezésre, hanem a támadásra is kihathat pontatlanság tekintetében. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a második félidő, hogy nagy csatát, az biztos. És nagyon érdekes, hogy a Mavc odahaza megint nagyon szoros meccset játszik. Most éppen a Szolnokkal, most a 36. percben a vendég Szolnok 6-tal vezet, de többször volt olyan állása meccsen, hogy a hazaiak, a Mavc játékosai voltak előrébb. És hát ugye a táblán elfoglalt helyezés szempontjából ez a meccs is nagyon fontos mindkét csapatnak. A Paks ugye a lista élén tanyázott a forduló előtt. A Körmendiek a 6. helyen, de ott a 4., 5., 6. helyen gyakorlatilag azonos mérleggel áll három csapat. A Körmend leszakadni nem szeretne, a Paks pedig nem szeretne lejjebb kerülni a lista vezetői pozícióból érthető módon. Barnes az odavágon ugye a szezon első bajnoki vereségét szenvedte el a Körmend Pakson, akkor magabiztosan, fölényesen nyert az Asher. Robinson talál be a második félidő elején. 27-26, Petty. McKinney Jones, az alapvonal felé indult volna, de Barnes jól zárt. McKinney Jones vállalja el, rövidnek tűnt, az is lesz. Barnes. Kovács. De a Csizmics felhangon védekezésre szólítja fel csapatát, Kovács Ákos triplája, a második triplája után vezet az Ase. 27-29, nincs Körmendi válasz. Kovács, Eilingsfeld, Robinson, Kovács még a támadó térfélen tudta tartani a labdát, Robinson lép be remek ütemben, Csen azt nem bántja, 7 pontos Robinson, 27-31, 7-0-val kezdte át az Ase. Petty távolról, nem jó. Tóth Norberté a labda, kihozza inkább. Csenasz. Csenasz tempója bent van. 5 pontos, 29-31. Henningsfeld, Robinson. Hoppá, Tóth Ádám küldi a földre Wesley Csenaszt. Ez kemény ütközés volt. Támadó hiba Tóth Ádám ellen, neki ez a második hibája, és jöhet oldalról a Körmend. Nagyot huppant Vezlicsen az. Úgy tűnik azonban, hogy semmi probléma talán az ütközés nyomán. McKinney Jones. Barnes próbálja becsapni, Dickerson kipasszolja Tóth Norberthez. Nem jó a tempó, pedig ez Tóth Norbertnek középtávolról, védő nélkül általában zicser szokott lenni.
Barnes teszi át a másik oldalra, Robinson, cson nélkül szottyan a hármas, 10 pontos Robinson. Némi kommunikáció a közönséggel, 29-34. Peti, McKinney Jones, Tóth Norbert. Tóth Ádámra viszi rá, nem jó. Ellingsfeldi megint a lepattanó. Kovács, Peti szerzi meg. Ellingsfeld megy visszavédekezni. Peti bedobja az ütszert. 9 pontos. 31-34. Robinson. Robinson. McKinney Jones-i a lepattanó. Peti, a gyors indulásokat meg kell akadályozni, ezt mondta Schmidt Béla a meccs előtt. Hát most majdnem meglódult a körmend, Kovács Ákosé a falt, neki is a második hibája. Fél időben 10 körmendi, 5 paksi személyi hiba volt a táblán. Peti. Az első büntető nem jó. A második bent van, 10 pontos Peti. 32-34. Kovács. Barnes. Tóth Ádám adta a blokkot, Barnes. Nem jó, Csenőszi a labda. Tóth Ádámi a falt, a harmadik. Jön Watkins. Channels. Channels viszi végig, Watkins blokkol. Marad a 32-34. Tóth Ádám, Tóth Norbert, bocsánat. Tóth Norbert faltól a második hibája a csapatának, az első. És vetközik Ferenc Csaba. Jön is a csere. Ki fog lemenni? McKinney Jones. Robinson. Barnes, lépés. Van. Peti. Dickerson tette tovább, Peti. Tóth Norbert. Jön Eilingsfeld, nem jó hármas. Ferenc elüti, Channels. Ő is elvállalja, az sem jó. Már látszott az ívén, hogy nem lesz jó. Watkins. Kovács. Robert lép ki rá. Ellingsfeld távolról. Nem jó a tripla. Peti elepattanó. Ferenc itt szerben. És bent a labda a gyűrűben. Egyenlít a körmend. Channels szerez lepattanó. Tóth Norbert, micsoda labdát kap Channels-től, újra vezet a körmen. Peti próbál megint labdát cselni Kovácstól. Aztán Kovács lábbal viszi tovább Tóth Norberté. Jöhet a körmen. Peti keze diadalmasan a magasban. Jön Dunker és jön Will Tamás a másik oldalon. Ő még nem játszott a meccsen. Friss erő a paksiaknál. Dunker.
Peti. Beviszi a sűrűbe, és leüti Ellingsfeld. Jöhet a Paks. Kovács. Kovács hármas, nem jó. Csenoszja lepattanó. Dánykörzik szerben. 5 pontos a légiós, 38-34. Tizenegy hárombal veszi vissza egy ilyen rohammal a vezetést a körben. Robinson. Ő is hármast vállal, nem jó. A lepattanó Kovács Ákos kezében, Watkins. Hoppá! Channels ellen az ítélet és dobhat Watkins 2-t. Hát lehet, hogy Cifra Csabának közbe jutott eszébe, hogy ott nincs támadó hiba. És ha már szólt a síp, valamit kell ítélni. Már bocsássák meg nekem ezt a feltételezést, de erre tudok csak gondolni. Channels harmadik hibája után le, McKinney Jones be. Miután Watkins bedobja mindkét büntetőjét, első pontjait szerezte. Peti, Ferenc, nincs tripla. Hú, nem volt jó Dunkernek, jöhet az Asse. Tehát Robinson hozzáért Tóth Norbert, most áll meg az óra, 10 másodperc, vagy 13 még a táblán. Egyik oldalon 10-et látok, másikon 13-at. Will dobhatja be. Kovács. Még 10 másodperc most. Kovács. Watkins kérte bent, nem kapta. Ellingsfeld fölnéz az órára. Még 4 másodperc. Kovács. Ellingsfeld az utolsó pillanatban, nem jó, de Will Tamás elviszi a lepattanót. Robinson. Robinson zicsere, nem jó. Watkins pedig a táblára üti. Az órát tartó táblára jöhet a törmény. Elképesztő nagy csata. Peti. 38-36. McKinney Jones elvállalja a triplát és bedobja. 41-36. Kovács. Robinson. Robinson egyedül megoldja szépen, elegánsan. 12 pontos, 2,5 perc még a negyedből. 41-38. Hát nüanszok fognak dönteni egyelőre, úgy tűnik. Peti, McKinney Jones. Megint elvállalja, és megint bedobja. 8 pontos egy csapásra McKinney Jones. 44-38. Ellingsfeld. Will, 2 perc sincs már a negyedből. Ferenc. Kovács. Kovács viszi végig, de nem jó dobása, Watkinsi a lepattanó, és eljut még Robinsonig. Robinson hármas, nem jó. Dine köré, McKinney Jones. Tóth Norbert lövi el a hármas, nem jó, de Ferenc Csaba jól helyezkedik a lepattanóért. Tóth Norbert, ott van Dunker, Tóth kettese nem jó. Ellingsfeld majdnem megbúbolja Watkins-t, úgy ment a lepattanóért, de most a légiós volt a nyertes, ezért a labdáért. 44-38, Ellingsfeld. Kovács. Will Tamás távolról, be is vágja a triplát Will.
ez az ő specialitása. 44-41, az utolsó percbe fordult már az óra a negyedben. Petty tör be és osztja ki, megint McKinney Jones, de ez nem jó, és Will Tamási a lepattanó. Kovács. Három pont közte. Megint van még két mezőny hibája a körmennek, amit beüthet. Watkins. Will megint háromért, és nem jó. Dunkeré a lepattanó. Petty, van még 26 másodperc. Kovács igyekezett útját állni, McKinney Jones rossz helyre passzol, de egy faltot harcol ki. Dickerson kért cserét majd közben. Ez volt a negyedik paksi csapat személy. Nincs dobás. Ferenc Csaba megy le, Dickerson áll be. 22 másodperc van még. És akkor mégiscsak dobás következik. Akkor ez már az ötödik csapathiba volt. Most már megjelenik a táblán, eddig 4 volt, ezért dobhat Petty, 11 pontos. Bent van a második is, 12-nél tart. 46-41, 22 másodperc. Dunn újra a pályán. Dunn beviszi, és kettő dobhat, nincs kosár, de kettő dobást ér ez a hiba. Dunn értékesíti a büntetőket. 46-43. McKinney Jones törne be, Dunn szerezte meg tőle a labdát. Félpályáról engedi el, és közel volt, de nincs kosár. 46-43. Marad a három pontos különbség az utolsó negyedre. És akkor a negyedik negyed. Channels. 19-19 lett a harmadik negyed végeredménye. Egára végeztek a csapatok, így maradt meg a nagy szünetben már látott három pontos különbség. Channels jöhet a körmend oldalról. Channels újra. Dickerson rossz helyre, Watkins üti el, Dunn indulhat. Bele is fog állni abba a triplába azzal a tempóval, és be is dobja Christopher Dunn. 5 pontos egyenlít, az az se, Teo Csizmic kér időt. És akkor a folytatás. Fél perc telt el a negyedik negyedből, egyenlített az az se, időt kért a körmend. És most támadnak a hazaiak. Tóth Norbert, McKinney Jones, Dunn faltolja őt. Dunnnak az első hibája. Na nézzük, Channels kinek tudja bedobni. Dickersonnak. Dickerson Will mellett. Nem jó. Dunker elüti, de Ellings feldik csak. Dunn. McKinney Jones faltolja le őt. Dickerson le. És folytatódik a játék. Kovács. Ellingsfeld három pontért, és be is dobja.
9-nél tart, vezet az Asser. McKinney Jones, ő egy duplával válaszol, 10-nél tart. 48-49, Dunn. Kovács, Dunn, egy leütés, és megszerzi Petty a labdát. Előrehajította még, Petty hátra dobhat 3 büntetőt, de nem. Eilingsfeld János harmadik hibáját jegyezték be. Peti! Hattal nyert a Szolnok a Mavc ellen idegenben. McKinney Jones a palánk alatt. Ő már 12-nél tart, egyel újra vezet a körmend. Dunn. A blokk mögül Dunn, nem jó. Channelsé a labda. Kovácsé a part. Hát ezt meg kellett tennie, mert ahogy említettem, ez egy fő szempont volt a meccs előtt már a paksiaknál, hogy meg kell akadályozni a körmendi gyors indulásokat, ez az egyik erőssége a hazai csapatnak. McKinney Jones, Petty, kettős csere lesz majd a paksiaknál, Robinson és Barnes kér majd cserét, Petty vágja előre, nem volt igazán jó dobás. Dunn, 50-49. Kovács, Will megint 3-ért, és megint bedobja. 50-52, megint fordul a kocka. Csenaz. Tóth Norbert. McKinney Jones. Csenaz. Tóth Norbert kapja. Csenaz, 3-ért, nem jó hosszú. Eilingsfeld, ki tudja hányadik lepattanóját szerzi, mindjárt mondom. 16-at. Elképesztő, Kovács. Eilingsfeld, Dunn lódul meg, és ki lesz a labda. Megszerzi Dunker. Tóth Norbert segít. Channels kapja, 50-52-nél. Dunn faltolt. Barnes és Robinson áll vissza. Jön Ferenc és Dickerson a másik oldalon. 2-2 csere tehát. 4-nél már az Ase. A faltok tekintetében ebben a negyedben. Watkins és Kovács megy le. McKinney Jones és Dunker a másik oldalon, akik pihenőt kapnak. Channels. Dickerson. Petty. Visszaszerzi. És eladja Robinsonnak. Talán itt volt Channels, tisztán neki adhatta volna. Petty néha rossz döntéseket hoz, de hát... ez benne van néha a játékban. 50-52. Dunn, 2 pontos paksi vezetés és paksi támadás. Van még 6 perc, 20 másodperc. Bill tette tovább. Barnes és Dickerson. Dickersoné a falt. Neki az első a csapatnak a harmadik a negyedben. Viszonyat csata. Dunn, Petty előzi meg őt. Jöhet oldalról megint az Ase. Van még 14 másodperc az akcióból. Dunn. Eilingsfeld. Dickerson piszkál oda és megszerzi. Petty indul. Ott van mögötte Will. Haladja, de nem jó helyre. Ejjajjajjajjaj, talán ilyenkor lehetne biztosan játszani. Robinson viszont könnyű zicser dob, ezt megtehette volna a körmend is. 50-54.
egyenlítés helyett. 4 pontos Paksi előny, és egy újabb vendégtámadás bontakozhat ki. Dan. Robinson. Egy dobót se, 2 pontért nem jó. Vickersoni a lepattanó. Petty, 5-26 még a végéig. Legalábbis a 40 perc végéig. Petty rossz helyre megint, és Eilingsfeld megmenti. Jön Lakosa, amint lehet majd. Közeledünk az utolsó negyed feléhez. Dan. Robinson. És bent a 3 pontos. 17-nél tart az Asse. Körmendi időkérés. Túl vagyunk a negyed felén, és 7-tel lépett el a Paks. Lakosa van most bent, Peti pihenőt kap. Nem szeretném az ő nyakába varni, de néhány rossz döntés most volt, néhány rossz passz, eladott labda, és ebből az Asse tudott előnyt kovácsolni. Channels viszi végig és dobja be. Nagyon fontos kosár volt a Körment számára, 4,5 perccel a vég előtt. 7 pontos hátrányban, most ott elmegy az Asse, Robinson. Ott van bent Barnes, és Dickerson kivédekezi. Channels nem elrontani, és megint ugyanaz. Az alley-oop készült, amit láttunk az előző két meccsen, de most nem sikerült behúzni a McKinney Jonesnak. Talán lehetne biztosra tiszta zicserre játszani. McKinney Jones, valami ilyenre gondoltam, nincs kosárban falt, és dobhat 2-t McKinney Jones. Barnes első hibája, csapatnak már az 5. Négy 13 még a végéig. Bent van a büntető, 13 pontos McKinney Jones. A második is bent van, 14-nél tart a légiós, 54-57. Robinson. 4 perc még. Lakosa majdnem ellopta. Barnes egy leütés után jön a tripla. 54-60. Channels. Egyre nehezebb helyzetben a Körmen. Dickerson. Tiszta védekezés volt. Dan. Hogy az idő 3-20 és 6-tal vezet az akcióban lévő Paks. Dan. Nem jó, az megkint van. Jöhet a Paks, van még 7 másodperc a támadó időből. Előbb egy időkérés azonban. Dan dobhatja be, 54-60-nál van még 3 perc és 12 másodperc. Barnes, Robinson, Eilingsfeld elrontja, Banker megszerzi. Channels, 3 perc még. Ferenc kapja vissza Channelshoz. Most már nincs mese, pontok kellenek a Körmennek. McKinney Jones tisztán a sarokból, nem jó. Látszott, hogy hosszú. Channels. Megint nem megy be a kosár. Dobhat 2-t Wesley Channels. A büntető viszont bemegy. A 8. pontját szerzi Channels. 55-60. Ez is csont nélkül van bent. 9 pontos Wesley Channels. 56-60.
Robinson. Channel szerez labdát. McKinney Jones maga mögé kapta. Lakossa kéri el. Ellingsfeldre viszi rá. Dunker. Channels, 2-25 még. Ott van Lakossa, még 5 másodperc. Ellopják a paksiak. Will. Nem megy be a tripla. És Channels adja előre Lakossának. Ott van vele Dan. Nem jó, de McKinney Jones visszateszi. 16 pontos már McKinney Jones, 58-60. Óriási izgalmak. Robinson. Will Tamás lép be. Ez az, amit ő mindig megcsinál, bármelyik csapatban játszik. 8 pontos. Falkóban is ezt előszeretettel játszotta. 58-62. Channels. McKinney Jones. Ellépte. Ott volt Ferenc a sarokban. Ajaj, másfél perc van hátra. Csere. Jön Peti és Dickerson. Nem egy Lakossa is. Ferenc, de még időkérés is van. 1 perc és 32 másodperc van hátra. A 4 pontos előnyben lévő Paks támadhat. Az utolsó körmendi időkérés után. Dan. Ott volt Ferenc a sarokban, talán ha ritmusra passzol McKinney Jones, de hát ez már múlt idő. Dan fordítja át Kovácshoz. Nem jó Kovács triplája, Peti a lepattanó. Kovács szerzi vissza a labdát. McKinney Jones faltól. 1-0-7 még. Kovács dobja be. Dan. Channels próbálna labdát lopni. Kovács. Még 7 másodperc a támadó időből. Dan. Nem jó. Dan visszaszerzi. Peti viszi el. McKinney Jones ott van elő, de most már inkább biztos, hogy kell játszani a körmennek. Channels száll bele. És nem megy be a tripla. Nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy faltal együtt dobja a hármast Wesley Channels, nem volt szerencséje. 42,8 másodperc, még törlésre van szükség. Milyen kevés híja volt. Az első bent van. A második is. 60-62. És a harmadikat is bedobja Channels. Egyetlen pont a különbség. 61-62. Robinson. Barnes. Nincs lépés. Nincs kossár. Ferenc. Van még egy támadásnyi idő. Robinson faltól. 23,7 még. Barnes indulásánál lépést reklamál a körmendi publikum. Ferenc és McKinney Jones is ott van az edzőnél. Többieket is odahívja Teo Csiznics, amíg Peti a büntetőket dobja. És egyenlít Peri Peti. 13 pontos, de van még majdnem egy támadásnyi idő. Vezet a körmen, 14 pontos Peti, 63-62 Paksi időkérés. Hát akkor nézzük, 23,7 másodperc, 63-62. Dan. Kovács lép be, és bedobja.
15 másodperc még, Peti, 63-64, Channels, 10 másodperc, egy ponttal vezet a Paks, Channels indul el. Ferencé a döntő dobás, nem megy be, Daniel lepattanó, faltól a körment, másfél másodperc. Egyel vezet a Paks, másfél másodperc a hátra, és Dan bedobja a büntetőt. Peti időt mutogat a padnak, hát nincs körmendi idő. 63-66, egy előre vágott labda, beleüt Kovács, vége, eldőlt. Dan a félpályáról még eldobja, 63-66-ra nyeri az Ase a mérkőzést. Óriási izgalmak, óriási küzdelem, nagyon nagy csata. Hibák itt is, ott is, és egy icipicivel talán több szerencse. De egyáltalán nem érdemtelen a paksi győzelem. 63-66-ra, tehát az Ase nyeri ezt a remek rangadót. 6 nap múlva találkoznak a csapatok Budapesten a Szimacsarnokban. Csalódottak az emberek Körmenden, mert az utolsó percre visszajött a Körmend, vezetett is. Kovács kettese bement, Ferenc triplája nem. Így dőlt el a mérkőzés. A paksi tábor természetesen a Szép volt fiúkat skandálja. A körmendiek szemelláthatóan csalódottan gyűlnek össze kupak tanácsra, és egy utolsó csatakiáltásra megköszönik a biztatást a nézőknek. Hát nem sikerült, pedig nagyon-nagyon közel volt hozzá az Aegis Körmend. Pénteken vissza lehet esetleg vágni a Magyar Kupában, hogy ott lehessen a csapat az elődöntőben. Kedves nézőink, munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. Igyekszünk ott lenni a kupadöntőn, és ha szombaton elődöntött játszik a csapat, akkor megpróbálunk arról online közvetítést adni. Egyelőre sem az akkreditációnk, sem a forgatási engedélyünk még nem érkezett meg, bár megkértük mind a kettőt. Tájékoztatjuk majd nézőinket a fejleményekről a héten. Kövessék a csapat Facebook oldalát és a klub saját honlapját. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszontlátásra, Aegis Körmend, atomerőműese 63-66.